Háromnegyed hét lesz, 4 perc múlva. Folytatjuk a ma reggelt. Elindult a Lázár Ervin program. Ez azt jelenti, hogy minden általános iskolás diák évente egyszer ingyen elmehet színházi, tánc, cirkuszi előadásokra, vagy éppen komoly zenei hangversenyekre. Az Emberi Erőforrások minisztere ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy olyan helyekre juthatnak el a diákok, amelyek erősítik a nemzeti identitást, és közben játszva szerezhetnek új ismereteket. Kásler Miklóssal Fábián Barna beszélget. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, miniszter. Jó reggelt kívánok. Mi a célja úgy általánosságban? Néhány dolgot már itt a felvezetőből hallottunk, hogy a mondhatom egy kulturális alapellátásnak a kiszélesítése, és ezen túl még micsoda? Lehet így is fogalmazni, ez abból a gondolatból származik, hogy minden honfitársunknak óvodás korától élete végéig legyen meg a lehetősége arra, hogy meríteni tudjon abból a sok évszázados felhalmozott kulturális kincsből, amelyik az európai, a keresztény, a magyar értékekből származik. Nyilvánvalóan területi különbségek vannak, a származás, a geográfiai elhelyezkedése a lakóhelynek nagyon sok mindent motivál és befolyásol. Hát ezeket a különbségeket próbáljuk, amennyire csak lehet szűkíteni, csökkenteni. Mi lesz a menete? Hogyan folyik majd a program, Lázár Ervin program? A név adó, a kiváló Kossuth Díjas írónk, elbeszélünk, meseírónk. Hát vita volt, hogy kiről nevezzük el, mert hála Istennek a magyar irodalom történetben számos példaképet lehetett volna megnevezni. Végül is ráesett a választás, csodálatos az ő irodalmi hagyatéka, és azt hiszem, hogy a szimbólum, az ő neve, az kifejezi ezt a gondolatot és annak a tartalmát. Itt magyarul arról van szó, hogyha nagyon le akarsz egyszerűsíteni, hogy minden évben 700 ezer gyermek mindentől függetlenül, születési helytől, szociális helyzettől, tanulmányi eredménytől, mindentől függetlenül, minden évben első évfolyamtól egészen a 8. osztályig egyszer eljut valamilyen olyan helyre, ahol ebből a kincses házból meríthet, és új ismeretekre tehet szert. Az iskolai tanításon kívül, tehát játszva, szórakozva megismerkedhet a zeneirodalom jelentős darabjaival, irodalmunkkal, de elmehet, megnézheti a magyar múzeumokat, levéltárakat, de akár még a farmokat is, ahol az ős tenyésztett magyar fajtákat, szürke marhát, pulit és a többi meg tudja ismerni. Ez az állam által támogatott és a diákok részére így hát ingyenes program egyénileg is igénybe vehető, vagy osztályunk egyszerre mehetnek el? Hát osztályok esetében érdemes megszervezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tankerületek felmérik az egész országba az igényeket, illetve hát a múzeumoknak a kapacitását, hangversenytermekét, színháztermekét is előzetesen fel kell mérni, meg kell tervezni a kínálatot, hogy milyen kulturális programokon vehetnek részt a gyermekek. Ezt kell összeegyeztetni a iskolai elképzelésekkel, majd utána meg kell szervezni, hogy oda menjen egy iskolabusz, a gyermekek beülnek, beül a tanár, a tanító, a kísérők, és a megadott program szerint ezeket a helyeket, intézményeket, műsorokat, előadásokat megnézik. Tehát úgy néz ki, hogy ahogy miniszter úr említette, hogy kapnak a intézmények egy étlapot, és ebből ők választhatnak. Az intézmények a kulturális intézményektől kapnak egy menükártyát, de a menübe csak minőségi ételek szerepelnek, hogy folytassam ezt a hasonlatot. Tehát olyan értékes, tradicionális, magas minőséget felmutató produkciók, előadások, amik a gyermekeket ebben a rendkívül fogékony életkorban az értékek felé irányítják, terelik, érdeklődést keltenek fel. Volt erre egy pilot project, 10 000 gyermek ment el hátrányos helyzetű településekről, színházakba, 6 magyar színház vett eddig ebben részt,
megérdemlik, hogy megnevezzem, Pesti Magyar Színház, Sopron, Nyíregyháza, Békés Csaba, Kaposvár, cirkuszi előadások történtek. Hát nagyon sok gyermek könnyezett, mert el se tudta képzelni, hogy ezek milyen egy színházi előadás, vagy a cirkuszban mi történik. Megnéztem, hogy évfolyamonként más és más az ajánlat, hogy az elsősöknek báb előadás van, érthető, hát akkor kezdik az iskolát, és helyükbe mennek az iskolába a művészek. A nyolcadikosoknak már budapesti színházi előadás van, egy valódi színházban, egy valós színházban, oda viszont már nekik el kell menni. Tehát az életkor és a gyermekek fejlődésének adott szakasza meghatározza azt, hogy hova érdemes őket elvinni. Nyilvánvalóan egy elsős kisgyermeket nem lehet a Nemzeti Színházba utaztatni és komolyabb színdarabokat, színrevűni bemutatni nekik, és fordítva sem működik. Tehát egy nagyon gondosan megtervezett, és én nagyon bízom benne, hogy nagyon pontosan kivitelezett programról beszélünk. Az állam összesen mennyivel támogatja ezt a programot, és a következő évek tervezetei hogyan festenek? Én nagyon izoláltan beszéltünk csak erről a kérdésről. Az állam több száz milliárd forintot, 276 milliárd forintot hazai forrásból és 126 milliárd forintot európai pénzekből a köznevelési intézményrendszer korszerűsítésére, bővítésére, új iskolák, új óvodák, tanterem bővítések, tornateremépítés, minden járásba, úszoda, tehát rendkívüli anyagi támogatásokat biztosít. De ez csak a keret, hogy mi történik és milyenek lesznek a gyermekeink, majd az unokáink, az attól függ, hogy mi a tartalom. Erre készült, most már végső fázisában van a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, ezzel kapcsolatban az érettségivel kapcsolatos kérdéskör, pedagógusok felkészülése. Tehát ezek a tartalmi részek határozzák meg a gyermekek milyenségét a tanulmányok végén. De hogy ezt ki lehessen egészíteni, ne terheljük az iskolai tanrendeket, hiszen kötöttek. Mindenki arra panaszkodik, hogy a diák túlterhelt, a pedagógus túlterhelt, a szülő is túlterhelt, mindenki túlterhelt. Viszont, hogyha mégis el akarjuk juttatni ezeket az értékeket hozzájuk, akkor fel lehet használni a tanórákon kívüli időszakokat is. Hát többek között például a Lázár Ervin programnak ez az egyik előnye. Azt is jelentheti ez, miniszter úr, hogy ez a program, ez a Lázár Ervin program a kultúrán keresztül a nemzeti identitást is erősítheti? Én azzal kezdtem, mert ezt tartom a legfontosabbnak, hogy értékorientált, értékalapú. Magyarországon az értékeknek a végeredménye a európai értékrend, mondhatom úgy is, hogy levezethető a görög kultúrából, amit aztán a római jogállam szervezet teljesített, kiőrzött meg a utókor számára, amit aztán a kereszténység szakrális magasságokba emelt, és emellett vannak a magyar gyökerek, amik visszamennek az időben nagyon messzire, amit hoztunk magából, belső Ázsiából, a népzenénk, a népi motivumaink, és egyáltalán a gondolkodásmódunk. Érdekes, mekkora húzó ereje lehet, vagy lesz majd ennek a programnak, mondjuk a szülők a család felé, mert ha a gyermek elmeséli, hogy mit látott, milyen élményben volt része, talán a családot is magában viheti a következő ez programra. Ez a harmadik szándéka a programnak, hiszen a példa, a jó példa különösen, az mindig ragad, mindig motivál. Nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a Lázár Ervin programba minden évben való részvétel végül is azt eredményezi, hogy a család is elmegy. Mert hiszen aki most elsősként kezdi, az végig minden évben végigjárja. Ez 8 alkalom. Ez nem egyetlen egy 8 év alatt, hanem 8 év alatt minden évben egy alkalom. Talán ez az alaptantervet is kiegészítheti, hiszen egy
színházi színpadon látott darab a tanulmányokat is segítheti, hiszen annak elsajátítása olvasás után látva talán mélyebben megragad. János Vitéz tanulja az iskolába, és megnézi a színházba. És elgondolja, tehát hogy ő hogy értelmezte, és hogy látta. Természetesen, tehát ez az érzékenységet fejleszti, a gondolkodást fejleszti, a kombináló képességet, az érzékelést, a percepciót, tehát nagyon összetett, nagyon rafinált hatás együttes. Miniszter úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.